A cigány eredetmondát dolgozza fel színekben gazdag festményén Rácznéka Lányos Gyöngyi. Ez a szín és formavilág az emberábrázolás igen jellemző a festő művészetére. Amikor elkezdtünk beszélgetni, azt is elmondta, mennyire fontos számára a közösségben való alkotó munka. Azt érzi, itt vigyáznak rájuk, segítik őket. A tematikus festményen kívül még más műveket is festhetnek, a fő azonban az ősi kultúrához visszanyúlni. Kenyérből megsütötték a kenyeret, és abból lett a cigány gyerek. A cigányok abból születtek, hogy a kemencébe sütötték, ugyebár, és ezt a bizonyos mondát találtam magamnak megfelelőnek, és ezt dolgozom jelen pillanatban ki, hogy az úr megkéri ezt a bizonyos cigány asszonyt, hogy süsse meg a kenyeret, hogy abból meglegyenek a cigány. Mivel hogy ez mitosz és monda, inkább úgy mondom, és monda az majdnem egy olyan meseszerű, és azért festettem ilyen színekkel, de tulajdonképpen ezek az én színeim, erről fölismer mindenki, hogy ez a Rácznéka Lányos Gyöngyi munkája, tehát bárhol megjelenik a munkám, akkor fölismerik. Tény és való, hogy nem csak ilyen színekkel szoktam dolgozni, de nagyon sok dologba kipróbálom magam, olyan értelemben, hogy van, amikor csak három darab színt használok, és abból egy képet varázsolok elő a vásznon. Farkas Noémi 33 évig élt Kanadában, Magyarországon született, szülei kimentek dolgozni Torontóba, még annak idején. Most a nyáron érkezett haza és hosszabb időre jött. Azt mondja, ő inkább grafikákat szeret készíteni, a festés több minden miatt távol áll tőle. Tussal, tintával dolgozik a legszívesebben. De inkább a tinta meg a papír, mint festék, főleg az olajfesték előtt, abban soha nem jöttem ki művészeti iskolában, és elhatároztam, hogy nagyon büdös nekem, meg lassan szárad, meg a vászont se szeretem, mert egy picit túl rugalmas, és én szeretem, hogyha kemény a felület, és én gyors lendületekkel és vékony vonalakkal dolgozok. Feri, a Kunhegyesi Ferenc azt mondja, hogy nagyon hasonlít a stílusom a Szent András Istvánnak, mert ő tanulmánya a Szent Andrásinak. Próbálok így valahogy átilleszkedni, hogy ne legyek ilyen, mert látom a többiekben, hogy milyen szabadon dolgoznak együtt, és az egész hangulat körülöttünk olyan jó, tele van energiával, hogy mindenkibe benne van ez a lendület, ez a kreatív lendület, és ezt átveszem igazából, úgyhogy az segít. Meg nagyon jó fejek, úgyhogy egymással együtt egy élmény így alkotni. Ez a tábor nyugodt teret ad az alkotásra. Az első alkalommal hagyományteremtő szándékkal Simon Tornyán megrendezett alkotótábor a roma kortárs festőművészeknek ad lehetőséget a kibontakozásra. Téma a cigány eredetmondák feldolgozása. A 14 festő a saját képi és színvilágát használja fel ebben a tematikában. Kunhegyesi Ferenc festőművész a tábor szakmai és témavezetője. Az előző 25 évem az gyakorlatilag én portréfestéssel zajlott, de nem a klasszikus hagyományos portréfestés. Nyilván egyfajta misztikus köntösbe öltöztetett embereket festettem én. Mondhatom azt is, hogy szakrális volt, függetlenül a keresztény hitvilágtól, tehát én globálisan gondolkodom, de nyilván egy keresztény létben élek, és keresztény hitben is születtem. Szóval ezek pedig egy egészen új formavilágnak a keresése. Tehát azt gondolom, hogy most egy olyan szintézisre lépett a művészetem, ami olyan formavilág keresésével, ami gyönyörűen össze tudom foglalni az elmúlt 25 évem. Tehát azt látom, tehát azt hiszem, hogy időközönként nem árt megújulni az embernek. Szóval így nem csak a képzőművészetben, így maga a hétköznapi életben is, de egy képzőművésznek sokkal nagyobb szüksége van erre a megújulásra, erre az új erőre. És azt gondolom, hogy én most egy nagyon nagy erőre kaptam. Ha jól megnézzük ugye a munkáimat, maga a formákat, akkor egy nagyon arhaikus világba léptem vissza, akár mondhatjuk, hogy több ezer évet. Tehát én biztos vagyok abban, hogy minden nemzetnek, kultúrának megvannak azok a tudattalan szimbólum rendszerei, amiből így meríteni tud. Tehát én most gyakorlatilag nagyon mélyre mentem magamba, és hozom felszínre azokat a
ősképeket, ősemlékeket esetleg, amit így átörököltem. Nem vagyok egy nagy tudós ember ezen a téren, de így érzem, mint művész ember, hogy hova kell, milyen gyökerekhez kell lenyúlnom ahhoz, hogy meg tudjak újulni. Minden gyerek nyilván hamarabb rajzol, mint megtanul írni. Tehát az első mozdulatok a bottal való rajzolás a földbe. Tehát egy nagyon ősi dolog ez az emberiség életében. És aztán ki meg tudja tartani. De azt gondolom, hogy minden ember művésznek, alkotónak született. Tehát az, hogy az ember alkotóként, művész emberként játszik, az azt jelenti, hogy nem felejtett el azt a gyereklétet, azt a hozzáállást az élethez, ami rettentő tiszta és nyitottá teszi az embert még felnőtt korában is. Tehát egy alkotó ember, művész embernek ez kell, hogy legyen a hozzáállás a világhoz. Ugye van Péter Handkének egy gyönyörű verse, ének a gyermeklét, hogy nagyon szeretem, és amikor így eltérek a rendtől, akkor néha elolvasgatom, és igyekszem visszatérni ebbe a gyermeki létben. Tehát mindig rajzoltam. Ez a hetes rendezvény hiánypótló, ugyanis a roma alkotó művészeknek kevés lehetőség adódik a megmutatkozásra. Ritkán vannak együtt. A Nemzetiségi Roma Módszertani Oktatási és Kulturális Központ, a NEROK, egy olyan közösséget akart létrehozni, amelyre a jövőben is lehet építeni. Nem csak alkotótáborokban gondolkodnánk, hanem akár közös kiállításokban, összművészeti találkozókban, és próbáljuk egy kicsit így a közösséget összeszervezni, megszólítani. És ugye nem titok, hogy a Gandhi Gimnáziumban nagyon sok tehetséges gyermek van, művészeti iskolánk is van, és kiemelt szerepet kap a képzőművészet. Az itt alkotó művészek 14-en érkeztek az ország minden részéről, példaképek lehetnek arra, hogy a tehetséggel lehet élni, és meg kell mutatni a tehetségüket. A NEROK pécsi székhelyen működik, Baranyában három telephelyen rendelkeznek, Komlón, Nagynyárádon és Alsó-Szentmártonban. Próbálják a cigány kultúrát életben tartani, hagyományaikat ápolni. A NEROK nem csak a cigány kultúrát támogatja, hanem a nemzetiségit is, hagyományaikat segítik megőrizni. 13 nemzetiséggel dolgoznak együtt. A cigány kultúrát és az abban rejlő értékeket régóta támogatja a Gandhi Gimnázium közhasznú non-profit Kft. A most megrendezett alkotótábor mintegy folytatása egy diákokkal megvalósított korábbinak. Ott az egészen fiatalok mutathatták meg a festészet, képzőművészet terén tudásukat. Őket a mostani tábor résztvevői irányították az alkotó munkában. A most itt tartózkodó festőművészek, ők már régebb óta kapcsolatban vannak a Gandhi Gimnáziumnal. A mostani tábornak az egyik legfontosabb mondandója az, hogy megmutassuk a gyerekeknek ezt a fajta kultúrát, ezt a fajta művészetet, illetve hogy az itt készült képek közül a kiválasztott képeket a Gandhi Gimnáziumban kiállítsuk, és a nyilvánosság számára is meg tudjuk mutatni, hogy milyen értékek vannak a cigány kultúrában. A Gandhi Közhasznú Szervezet a fenntartásában működő NEROK szervezésében valósította meg a tábort. Az alkotásokból minden művész egy képet felajánl a gimnázium számára, ahol állandó kiállítást rendeznek belőlük.